és ki, te is kilöttjön a mi ez az innivalom. Szevasztok! Sziasztok! Elindult a Restart Balázzsal. És Vendivel, ez most már így lesz a szerdai napokon. Igen, reméljük. Így van, úgyhogy hát szokás szerint egy óra informatika, és megszokhattátok, hogy amikor nem egyedül vagyok itt a képernyőn, akkor kicsikét interaktívabban beszélgetünk is egymással bizonyos témákról. Ma is van két kiemelt témánk is, amiről kicsikét bővebben fogunk beszélgetni, úgyhogy szerintem kezdjük is el rögtön azzal, hogy ugye az nem újdonság már, hogy a PC piac haldoklik, ugye az okostelefonok, egyéb okos eszközök jelen léte az elmúlt években az meg bolygatta, hogy úgy mondjam, a számítógépek piacát, és hát a PC eladások, mint úgy, enyhén szólva visszaestek, és hát ez több helyt is érezhető. Most például egy friss hír szerint, hogy az Intelnél is emiatt leépítések lesznek. Méghozzá nem is akármilyenek. Így van, ráadásul durva elég leépítések. Durva leépítések, ugyanis 12 000 fős leépítésbe kezd az Intel. A vállalat alkalmazottainak 11%-ától válik meg 2017 közepéig évi 1,5 milliárdos megtakarításért cserébe. A karcsúsítás egyszeri költsége 1,2 milliárd dollár lesz. És hát óriási számok ezek egyébként. Tényleg nagyon nagy számokról beszélünk, de már az, hogy 11%-ától megválik. Igen. Tehát akkor így lehet következtetni, hogy akkor 120 ezeren dolgoznak durván ugye az Intelnél, és hát... Hát legalábbis ugye az Egyesült Államokban, mert hát azért világszerte itt azért valószínűleg kicsikét többen, illetve hát nem tudom, hogy ez a leépítés az egész pontosan hova irányuló leépítés, tehát az Intelnek ugye a headquarter-je, tehát a főhadiszállása, a központja, hát alapvetően szerintem ez globálisan, vagy? Ugyanis itt pont ez a szó van itt használva, hogy a leépítés mértéke százalékosan akár két számjegyűre is rúghat majd a vállalat egyes részeinél, ez pedig globális szinten több ezer munkahelyet jelenthet. Hát szomorú, úgyhogy szomorú, de hát gyakorlatilag az oka az ez. Illetve igazából. Egyébként a forrás továbbá megjegyzi, hogy az elmúlt év során valamivel több mint 1100 munkahelyet szüntetett meg Amerikában az Intel. Uh-huh. A mostani akció ennél lényegesen több főt érinthet, miközben már az anyaországon kívül is elkezdődnének a leépítések. Az Intel december végén nagyjából 107 000 alkalmazottat jegyzett, ez már egy néhány százalékos elbocsátást is több ezer embert jelenthet. Igen. Hát gyakorlatilag ugye itt tényleg arról van szó, hogy eddig ugye hát az Intel alapú processzorok, azok főként ugye a laptopok, asztali gépek ben volt jelen. Lehet, és ugye hát ezt megbeszéltük. Hát igen, de az igazán, de az... hát végül is az már mobil részleg, de egyébként igen. Tehát ugye az ilyen atomprocesszorok, igen, vagy ARM alapú processzor technológiák képezik az alapjait a táblagépeknek, illetve az okostelefonoknak is, már amelyikben Intel proci van, ugye? Elég ritka még. De azért legalábbis itt nálunk, mert itt inkább a Qualcomm és társai, tehát ugye a nagyobb gyártók, nevesebb gyártóknak a kínálatában lévő, hát ezek a telefonok, illetve táblagépek kelnek el itthon, és ezekben mondjuk nem Intel processzor van. Általában bármilyen furcsa is, hogy az Intel egyébként a PC-s piacon vezető processzor gyártó, a táblagépek, illetve okos eszközök esetén viszont nem vezető. Vagy legalábbis pont hogy egy kicsit a low budget-abb kategóriájú táblagépekben van egyébként Intel processzor. Itt a kompatibilitás miatt vannak egyébként valószínűleg így, hiszen az Intel azért az ARM-ben nincs annyira otthon, mint mondjuk a, igen, a többi társa. Kínkedni. De visszakanyarodva ez a történet, ez ugye tehát a PC piac haldoklásához, ugye ez nem 100%-osan azt jelenti, hogy a PC-k teljes mértékben el fognak tűnni. Ugye ezt megbeszéltük párszor, hogy azért munkára, illetve főleg szerver környezetbe, céges környezetbe, azért elengedhetetlen, hogy az ember számítógéppel dolgozzon, és ne az okostelefonnal vagy a táblagéppel, még hogyha erre ugye vannak is lehetőségek, hogy hogyan lehet asztali PC-t csinálni mondjuk a telefonunkból vagy a táblagépünkből, de azért mondjuk átlagos felhasználása lehet, hogy oké, viszont céges munkakörnyezetre, tehát munkára használva, azért a továbbiakban is nagy
valószínűséggel megmarad. És pont egyébként megmarad. A processzor miatt, mert hogy egyébként a komolyabb szoftverek azok nem ARM processzorra íródtak, hanem ugye asztali környezetre és X86-ra. Hát igen, csak ugye grafikus itt... programokra és a társaira, és ez valószínűleg továbbra is így fog maradni. Hát vagy legalábbis szinten tud egy ideig még maradni, de azért már ezeknél a célgép, pont hogy a célgépeknél is egyre inkább van egyfajta átalakulás, és ezért hangsúlyozom azt, hogy inkább a céges környezetben, tehát a szerver oldali, illetve a workstationnél is azoknál a számítógépeknél maradni fog az asztali környezet, illetve a gyártó ezekre a továbbiakban is fókuszálni fog, csak ugye sokkal kisebb mértékben, hiszen nincs akkor a piaca már, mert az emberek nagy része már nem PC-t vesz magának, hanem vesz magának egy táblagépet vagy egy okostelefont, hiszen már azzal is tényleg, amire használják általánosságban az emberek a számítógépet, arra már tudják az okostelefont és a táblagépet is használni, tehát hogy változatlanul is az évek során, ez most már egyébként jó pár évvel indult ez a történet. Főleg egyébként... Megy lefelé a PC. Főleg egyébként mióta ezek a hibrid technológiák is eléggé kezdenek elterjedni, hogy mit tudom én, van egy laptopod, aminek leveszed a kijelzőjét, és már is táblagép, és ugye az is egy ARM processzoros táblagép alapesetben, de ugyanúgy tudod azt a gépnek is már használni, ezt is biztosítják, így már szükségtelenné válik esetlegesen egy X86-os laptopnak a használata, legalábbis pont az átlag userek számára, ahogy ezt így azért furcsa kicsit csak ez a lépés egyébként az Intel részéről, mert szerintem itt nem csak az van benne, hogy a PC-k eladása miatt van ez a leépítés, hiszen gondoljuk el, hogy oké, nem a PC-kre kell ezentúl fókuszálni, hanem inkább az egyéb céleszközökre, IoT is, felhő alapú dolgok, amik szintén ugye big data és társai, és azért az, de hát oda is kell szakember, nem? Tehát, hogy ezeket az embereket akkor nem átképezni. Szerintem ez azért kéne, nem így van. Vagy tehát, hogy a másik részleget erősíteni, mert a cégen belül átalakulás van, de ezek szerint ugye ezeknek az eszközöknek de a gyártósoron való gyártása, ezek szerint nem igényelendő. De most gondolj bele egyébként, most érted, egy eddig asztali környezetbe processzor architektúrákat tervező szakember, aki már mit tudom én hány éves, marhára nem konyít az új technológiához, ő azt a technológiát ismeri, ahhoz ért, azt tervezi, átképezni, mit tudom én, egy 45 éves embert, már nem biztos, hogy át lehet. Hát ez, igen. Na jó, ezen szerinted ne is filozofáljunk tovább. A tények önmagukért beszélnek, hát bízunk benne, hogy azért találnak azok a szakemberek a továbbiakban is maguknak lehetőséget. Köszönöm szépen, elég száraz itt a levegő. No, kicsit magyarabb vonatkozású történet következik. Készült egy felmérés, mi szerint nem tudnak, vagyis hát elég, hát kezdjük inkább az elején, na, nem tudnak annyi terméket piacra dobni a mobiltelefongyártók, amelyet mi magyarok ne vennénk meg. Havonta körülbelül 190 ezer készülék talál új gazdára a következő fél évben, tehát ez egy prognosztizálás igazából, egy felmérés alapján készült. A felmérés során kiderült, hogy az elektronikai eszközök vásárlását tervező magyarok ötöde a mobiltelefonját szeretné lecserélni a következő 6 hónapban, ami több mint 1,1 millió készüléket jelent. Tehát az elkövetkezendő fél évben, tehát fél év alatt ennyi készüléket akarnak a magyarok bevásárolni. A vásárlás előtt egyébként nagyon kevesen hagyják befolyásolni magukat. A válaszadó közel 80%-a önállóan tájékozódik és dönt az aktuális kedvencekről. A férfiak és nők elsődleges döntéshozóként egyenlő arányban szerepelnek, másodlagos befolyásoló szerepben viszont erőteljes női dominancia látszik egyébként. Tehát a csajok azok, akik inkább lecserélik az új eszközeiket, vagy a régi mert eszközeiket. Mert ékszernek használják, úgymond, szerintem. Hát igen, de ha belegondolunk, akkor azért ez a másik oldalon, a pasik oldalán is valahogy egy kicsit így van. Tehát valahol azért, bármennyire is hülyé hangzik az okostelefont, az alapján választanak nagyon sokan, mint ahogy itt kiderült, hogy 80%-ban nem is a technikai oldalról, nem is kérdeznek meg semmilyen szakembert, nem hagyják magukat befolyásolni. Maximum a reklámok által, köszönöm szépen. Tehát mindenki valahogy úgy vár, és ez érthető, tehát nincs ezzel gond, de a mai ilyen jami korszakban egyébként kétségtelen, hogy az ember úgy választ
magának okos telefont, mint ahogy mondjuk bugyit, tehát hogy... Igen. És majdnem, hogy hasonlat is jó, mert annyira is szokták cserélgetni az emberek lassan a telefonjaikat, némelyik, mert én mondjuk speciál pont azok közé tartozom, akik így nagyjából két évente cserélik a telefonjukat, sőt a mostani telefonom már régebbi, mint két éves, tehát, és még mindig nem tervezem feltétlenül a lecserélését, ezt majd ugye annak függvényében, hogy mennyire bírja még, pont most beszélgetünk kint, hogy már az akkumulátor az igen, közel sem addig bírja, mint korábban bírta, és ez most az elmúlt hetekben kezdett el mondjuk így leromlani, de hát ha belegondolunk, hogy közel 3 éves lesz ez a telefon, 2,5, akkor mondjuk nem csoda, hogy már romlik az aksia, tehát azért hányszor volt ez már feltöltve, lemerítve, hát kicsit már előre gerett az aksia, hát én is mielőtt váltanék készüléket egyébként, ha váltok, előtte azért megérdeklődöm azt, hogy mi lenne, hogyha ezt mondjuk felújítanám, tehát mondjuk egy új burkolat, egy új kamera védő, mert az alapból sajnos új már aksia, belepett, új akkumulátor, megnézzük, hogy mennyiből lehet ezt mondjuk megúszni, mert ha ésszerű összegből meg lehet úszni, akkor lehet, hogy nem veszek egy teljesen új telefont, hiszen egyébként meg semmi maja nincsen, és tök gyors, mert a maga módján ez még mindig félig meddig a korábban csúcstelefon volt, de a mostani korban is még simán megállja a helyét, tehát nem teljesítménybeli problémák vannak vele. Tehát figyelj, ezért mondtam el, mert én egy kicsit másképp állok ehhez. Én nem viszont meg tudom érteni, én viszont pedig meg tudom érteni, és egyáltalán nem tartom meglepőnek ennek a felmérésnek az eredményét, még pedig két okból kifolyólag. Az egyik az, hogy ismerősi körömben is szétnézve, nagyon sok ismerősöm, és most itt az ismerőseimnek a 10-ből 6, így tudom mondani, tehát, hogy évente cserél telefon, mit tudom én, van neki egy almás telefonja, évente várja, hogy kijön az újabb, stb. Stb. Egyre több szolgáltató tesz már olyan lehetőséget, lehetővé, hogy már készülék bérlettel is, tehát hogy már minden évben az új, legújabb készüléket hát, kapod. Tehát most stb. Igen, tehát mostanában már inkább az a tendencia, hogy egyre gyakrabban cserélgetik a telefonjaikat az emberek, tehát én egyáltalán nem tartom meglepőnek ezt a felmérést így. Nem, én sem, tehát ez azért mondtam, hogy én csak elmondtam, hogy én magam részéről egy kicsit magas számokról gondolkodom. Tehát én nem vagyok a gyártóknak a kedvence, ha így nézzük, hiszen a gyártóknak is, meg a fejlesztőknek is az érdeke, hogy mindig az újat vegyed, igen, ne a régit csinosítgasd vagy használt, hanem vegyél újat, mert az nekik a bevétel. De most, hogyha az ember nem vesz ugye újat, akkor ugye az nekik nem számít bevételnek, tehát rendkívül egyszerű a magyarázat rá. Ennek ellenére én így gondolom, de egy idő után, mert sosem tart semmi örökké, egy idő után úgyis kénytelen az ember egy új készüléket venni, a más nem, akkor elavul. És most itt nem feltétlenül az amortizációról beszélek, hogy az aksia, vagy ez, vagy eltörik, vagy stb. Hanem mert technikailag elavul. Hanem technikailag egy idő után lassú lesz. Mint mondtam, az én telefonom az pont az a kategória, ami még mindig egy közepes szintű, de talán inkább a közepesből is a jobbak közé tartozik, ennyi idő után is, tehát indokolatlan lenne csak ezért lecserélni. Itt pont az egyéb dolgok azok, amik miatt az ember, vagy én is el fogok gondolkodni. Tehát akkor esetlegesen azt mondod, hogy te örülnél annak, hogyha lennének úgymond forgalomban moduláris telefonok, mert neked egy jó megoldást jelentene az, ha nem kéne készüléket váltogatnod, csak mindig évente cserélgetnéd benne azokat az elemeket, amik éppen elavultak benne. Nekem tetszik a moduláris telefon ötlete. Itt az a kérdés, hogy ez mennyire lesz strapabíró ez a telefon, hiszen ugye a modularitásnak van egy annyi hátránya, hogy úgy mondjam, hogy ahhoz, hogy moduláris legyen egy telefon, először is ahhoz egy olyan konstrukcióban kell azt legyártani és megtervezni és legyártani, ugye? Nem véletlenül nem dobtak még ilyet a piacra, csak próbálkoznak. Vannak ilyen fél. Mert azért ahhoz, hogy valami egybe tartsa ezeket a modulokat, ahhoz egy olyan szerkezetnek kell lenni, ami azért strapabíró. Meg gondolod, de hogy szabvány is. Oké, néha lejti az ember a telefonját. Nekem is ugye azért van megrepedve már a telefonomnak a kamerája speciál, de értem, hogy ezen hogy tud egy pontnyi repedés, pont a kamerán hogy sikerült egyáltalán, mindegy. Amikor a kijelzőm egyébként meg tök ép, és pedig mondom, esett már le a telefon egy párszor a kezemből,
De mondjuk egy moduláris telefon esetén, hát az ott akkor, ha lejted, nem jó, akkor az ott darabokra esik a telefon, és akkor úgy tényleg darabokból rakom össze. Legú. Tehát összelegúzom. Tehát, hogy azért igen, viszont ha most ezt nézzük, hogy most ezt kihagyjuk az egészből, tehát nem a töréstesztet, hogy egyéb dolgokat nézzük, igen, tehát ezt valahogy megoldják, akkor az ötlet szerintem nem olyan rossz, hogy minden modulja cserélhető, hiszen akkor az ember saját, nem is az, hogy feltétlenül az elavuláskor, de akkor is ugye tudod cserélni benne az alkatrészeket, hanem te magad tudod eldönteni, hogy a te telefonodban mi a fontos. Jó. Ugye nagyon sokan a fényképezésre is használják a telefon, tehát mondjuk ha kicserélhető a kamera, akkor azzal például, ha azt felfejleszti az ember, akkor tehát személyre szabható a telefonodat. Én nem véletlen hoztam föl ezt egyébként, mert egyébként ezzel kapcsolatban meg nekem az a nézetem, tetszik. Nekem is tetszik, de nekem pedig az a nézetem ezzel kapcsolatban, hogy pontosan az ilyen felmérésekből kiderül az, hogy az emberek nem a technikai specifikációk alapján választanak nagy részt, hanem inkább a külső alapján. Egy átlagember nem foglalkozik azzal, hogy abban a telefonban milyen processzor van, tehát az átlagember számára a moduláris telefon az egy vakvágány, ha így nézzük. Ő akkor is meg fogja venni azt a terméket, amit már készen a kezébe kap. Tehát ez inkább a geekeknek, inkább azoknak való, nem akik szeretnek mókolgatni. Mert én azt gondolom, nem érteni kell hozzá, mert nem a hozzáértéssel van a gond, mert én azt gondolom, hogy az ember használati eszközként választ készüléket magának. Csak nem mindegy miért. Tehát ugye itt sok minden meghatározza ezt az egész történetet, például azt, hogy az embernek a pénztárcája, meddig nyújtózkodhatunk, ez egyik. A másik, hogy mit kapunk a pénzünkért. Ugye? Tehát, és akkor vannak a kialakult sztereotípiák. Megint nagyon jó példa, pont tegnap találkoztam egy ismerősömmel, akivel elkezdtünk a telefonról beszélgetni, neki egy viszonylag új telefonja van egyébként, nemrég vette, fél éve körülbelül, de ugye hát nem egy csúcstelefont vett, hanem egy ilyen közepes, abból is inkább egy gyengébb telefon, és mondogat, hogy hát, hogy olyan lassú a telefon, hogy mi lehet a baja, meg minden, és mondom neki, hát az a baja, édesapa, hogy ez konkrétan nem a, tehát hogy ez egy közép-alsó kategóriás telefon, ez a baja. De hát ahhoz képest meg drága volt, hát mondom, minden telefon drága, mert mondjuk márkásnak márkás, meg mondjuk a kamerája egész jó, na de mondjuk a proci lassú, és így tovább, tehát hogy vannak azért problémák vele, ezért alsó-közép kategóriába tartozó készülék. Hát, hogy jobban jártam volna, veszek inkább egy iPhone-t részletre, mert akkor azzal legalább nincs gond, és mondom, ez biztos, hogy így van, de megnézed árérték arányban, akkor az egyik egy csúcskategóriás telefon, ráadásul abból is a drága igen. verzió, mert túl van értékelve saját magához képest, és tehát ne hasonlítsuk össze a kettőt. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy kategórián belül szabad csak eszközöket összehasonlítani, és itt kell egy nagyon pici, ha nem is hozzáértés, hanem inkább a megértés, hogyha az ember azt szeretné, hogy egy dinamikus, jól működő készüléke legyen, akkor kénytelen felső, közép-felső, de inkább felső vagy prémium kategóriában gondolkodni, mert ha alsó-közép kategóriában gondolkodunk, akkor egy olyan telefon a büdös életben nem lesz dinamikus és gyors. A kompromisszum, igen, tehát minden kompromisszum az valaminek a rovására megy. Most vagy az árat csökkentjük, igen. és akkor viszont kapunk egy félig jól működő telefont, vagy az árat növeljük, és akkor meg kapunk egy jó telefont. Tehát, igen, meg azért azt se felejtsük igen. el, hogy azért ugyanúgy, ahogy a bármilyen telefonnál is, tehát egy iPhone is be tud lassulni, ha az ember telepakolja mindenféle sok szemét alkalmazással, össze-vissza telepítget mindent, és időnként nem csinál rendet a készülékén, akkor minden készülék belassul. Neked hát mi a véleményed arról? Tehát időnként karban kell tartani a telefonunkat. Kérdeztem is, hogy te valahol újrahúztad a telefon? Nem, azt sem tudom, hogy kell. Na hát innentől kezdve beszél. Újrahúzod, fogadjunk, hogy gyorsabb lesz. Neked mi a véleményed arról, Wendy, hogy nagyon sokan csinálják, főleg egyébként az almás telefonnal kapcsolatosan, hogy nem az aktuális csúcskészüléket vásárolják meg, hanem egyel vagy kettővel régebbit, mert az árérték arányban lehet, hogy egy picit jobb, és lehet, hogy egy 3 éves készülékről van szó, de az akkori csúcskategóriáról. Erről neked mi a véleményed? Megírja szerint egy jobban venni egy 3 évvel ezelőtti csúcstelefon? Nem, én amúgy sem vennék csúcskészüléket rögtön a kiadáskor, mert az még tele van gyermekbetegségekkel. Amúgy is. Tehát, hogy kiderülnek mindig, ha most az iPhone-nál maradunk, mint példa, az összes új iPhone-ról mindig kiderült valami. De ez most nem csak benne. Az iPhone-ról egyébként. De bármelyikről beszélhetünk, tényleg nem csak az iPhone-ról, hanem általában a csúcstelefonok esetén ugye pont a túlértékelt árérték arány miatt, tehát, hogy túl van értékelve a telefon,
Ráadásul, mivel vadonatúj, tele van hibákkal, tehát én, az én véleménye, én biztos, hogy nem vennék rögtön túlsz telefont. Az... Nem állnék sorba azért, hogy a legfrissebb és a legújabb telefont megvegyem, először is ezt ökörségnek tartom, amúgy is. Nem vagyok fan, tehát mert ezt a fanok csinálják amúgy is. A másik, hogy pont, hogy technikai szempontból én inkább veszek egy egyéves készüléket, amire már tudom, hogy jó, és még mindig kapható, és támogatás alatt van, és stb. Stb. Mert annak már valószínűleg megoldották legalábbis szoftveresen a gyermekbetegség, de hardveresen is, mert valószínűleg, ha már visszahívták, változtattak rajta, azért utólag is mindig változtatnak egy picit rajta. Tehát én nem szeretem bevallom őszintén mindig a legújabb készülékeket. Sosem vettem a túlárazottságról. Mert először is drága, tehát... A túlárazottságról nekem az a vélemény egyébként, hogy nem nevezhetünk valamit túlárazottnak addig, ameddig veszik. Nem, mert amíg megveszik, addig nincs túlárazva, mert addig az az értéke, attól még megveszik, túl van árazva, de megveszik. Megveszik, mert most ez mindenkinek és legyen. És ez most nem legyen, csak az iPhone-ról beszélek, hanem minden más telefonra is. Nem mert csak nagyon telefon, sok... hát most figyelj, 30 meg 60 milliós autókkal is járkálnak emberek az utcán, van, aki megteheti és megveszi, igen. Igen, de pont erről beszélek, hogy valaki meg nem teheti meg, és az is megveszi hitelre, azért, mert hogy... Hát ez megint csak, tehát, na igen. Hogy mondjam, tehát most nem erről beszélgetünk, hogy az emberek milyenek, az emberek ilyenek, ez ja, csak itt a statisztikákról beszélek. A statisztika az tökéletesével mutatja, hogy ha szinten 190 ezer telefont meg tudunk venni. De nem, épp ez az, hogy hitelre, az nincs a cikkben, hogy valószínűleg az ezeknek hát, a háromnegyede egyébként... Minden. Hát, ebből a szempontból tök mindegy. A gyártónak olyan mindegy, hogy ő miből kapja meg a pénzét. Ugye? Ez igaz, csak akkor mégis olyan... Neked nem mindegy, mindegy, hogy utána meddig nyögöd azt a pénzt. Tehát ez ennyi. Hát igen. Tehát persze, lehet venni 0 forintért is iPhone-t, meg... Samsung Galaxy S7-est is, csak hogy ne csak az iPhone-ra mondjuk ezt, meg ne csak őt tegyük itt a fókuszba a drága vagy túlározott készülékek. Meg az új HTC-t is, meg az LG-t is, esetén, meg az így van. Lehet venni, aztán utána nyögött 2 évig, mire végre tiéd lesz a telefon, addigra gyakorlatilag vehetsz egy újat. Igen. Na jó, szerintem ezzel lépjünk is túl. Van még egy elég fontos hírünk, hát több is, de már most csak egyre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugye beszéltek itt erről a, hát informatikai vonatkozása is van, és én inkább ebből a szempontból tartom fontosnak, hogy picit beszéljünk róla, hogy ugye ez a titkosítás, meg nem titkosítás, meg a magyar kormány is próbál ezügyben valamiféle törvényt hozni, hogy ne lehessen titkosítani. Na most úgy néz ki ez a történet, nem meglepő módon, hogy ez nem jött össze. Uh-huh. Tehát, hogy nem lesz ilyen, hogy büntetni fogják a titkosítást, mert nem tudják, egyszerűen kivitelezhetetlen. Korábban olyan elvárásokat fogalmaztak meg, amelyek vagy túl radikálisak voltak, vagy teljesíthetetlenek. A törvény módosítás ennek belátását mutatja, ugyanis megszületett az ide vonatkozó törvény egyébként, de hát azért az közel sem az, amit eredetileg terveztek volna. Pintér Sándor belügyminiszter tegnap benyújtotta a szavazásra azt a törvény módosítási javaslat csomagot, amely több az informatikai szolgáltatásokat is érintő előterjesztést tartalmaz. Ebből a parlament honlapján egyébként olvasható tervezetből nézzünk egy-két változtatást, amik az informatikával kapcsolatosak, amik számunkra is fontosak lehetnek. Az egyik ilyen csomag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéséről szóló törvény nem minden pontjában érthető egy laikus számára, ezért egy picikét most elmagyarázzuk nektek. Jó, hogy miért fontos ez, mert ugye a biztonságot nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy fontos, és én azt gondolom, hogy ez a törvény módosítás ebben a formában majdnem, hogy megállja a helyét. Ezt kell, hogy mondjam. Én nem tudom, nem így ez nem rossz. Sziket, hogy kíváncsi vagyok, kicsit mondasz, lehet, hogy kicsit száraz lesz, de megpróbálom nektek magyarázni. Itt a cikkben is elég jól elmagyarázzák, úgyhogy szerintem azért valamennyire értető lesz. Az első lényeges pont, hogy a amit a törvénymódosítás definiál, hogy bevonja a törvény hatája alá a nemzetközi vállalatok online szolgáltatásait. Ez mit jelent? Magyarország területére irányuló szolgáltatás, minden olyan szolgáltatás, amelyről a használt nyelv és pénz nem és egyéb körülmények alapján valószínűsíthető, hogy magyarországi igénybe vevők számára kínálják elérhetővé tenni. Valamennyi olyan információs társadalma összefüggő szolgáltatásról beszélünk itt, amely Magyarországon elérhető, függetlenül attól, hogy alkalmazás szolgáltató Magyarországon letelepedett-e. Tehát magyarul olyan dolgokról beszélünk, ami Magyarországon kapható és forgalomban lévő
eszközök, telefonok, bármi más, számítógépek, minden olyan eszköz, ami itthon is forgalomban van, vagy bármilyen formában engedélyezett. Tehát most itt beszélünk akkor azokra a szolgáltatásokra is, mint a Facebook, a Google, igen, a YouTube, a Viber, a WhatsApp, stb. Tehát ebbe úgy minden beletartozik. És ez egyértelműen azonosítható, hogy ez itt Magyarországon használatban van. Egy újabb definíció a tisztázás érdekében az alkalmazás szolgáltató, ugye az előbb ezt is mondtam. Az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, aki vagy valamely elektronikus hírközlő hálózat felhasználásával valamilyen szoftverhez vagy hardverhez való hozzáférést, szoftveres alkalmazást, valamint kapcsolódó szolgáltatásokat biztosít specifikus szoftveren vagy webes felületen több felhasználó számára, időben, korlátozott vagy korlátlan módon, havi vagy használat alapú ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenesen. Tehát magyarul ebben minden beletartozik. Ezt szépen megfogalmazták ezt a módot. Jogilag, tudod, a jog az, igen, arról szól, hogy mindent bele kell foglalni, mert egy különben, mondandó, ha bármi is hiányzik belőle, az gyakorlatilag kiskapunak számít. Ezért van ez egyébként nagyon jól belefogalmazva. Magyarul minden. Tehát, hogy szinte ezt is mondhatták, minden. Mert amit mi használunk, szoftverek, és Magyarországon elérhető szoftverek, tehát itt ugye nem a fizikai készülékekről beszélünk, a szoftver az nem fizikai. Tök mindegy, hogy most az egy pendrive-on van, egy DVD-n van, egy CD-n van, egy vinyón van, mert ott ugye az maga egy, de az egy eszköz, az egy hordozó, de maga a szoftver az nem egy megfogható valami. Az, de nem is fogalom, tehát, hogy ez egy kettő közötti történet, egyébként egy másik érdekes kérdés, egyébként a szoftver pont ezért nem tudnak mit csinálni egyébként a szoftver kalózkodással, igen, sem. Igen. Mint ahogy az egyébként az illegális letöltésekkel, feltöltésekkel sem. Pont ez az oka, ezt a kiskaput lehet kihasználni, igen, hogy az nem egy fizikai valami. Tehát most, hogyha letöltöd, az lopásnak úgymond azért, hát de a lopásnak nem kézzel fogható, úgy, mert meg ott, igen, marad az eredeti példányában. Meg, tehát ráadásul tehát, másolatról ilyen beszélünk, tehát igen, hogy igen. Jól kapizsgálod. És itt jön a lényeg egyébként, vagyis, hogy a sok vita után világossá vált, hogy az end-to-end titkosítás használó szolgáltatókat technológiai okokból nem képesek tartalom átadásra kötelezni. Ugye? Mert hát egy nem megfogható, igen, dologról beszélünk, tehát ezt nem tudják megmondani, hogy már maximum betiltani tudják, de azt meg nem lehet. Tehát hogy azzal senki nem jár jól, sem a szolgáltató, sem a felhasználók, tehát betiltani nem fogják az ilyen szolgáltatásokat, bármennyire is felröppentek ilyen hírek, hogy majd le fogják tiltani a WhatsAppot, és akkor nem lehet használni, meg be fogják tiltani a Facebookot, ugye ilyenek is voltak, meg fizetős lesz a Facebook, persze, igen. Kínában vannak ilyen cenzúrák, de reméljük, hogy nem. Úgyhogy ez gyakorlatilag erről szól, és hát most a jogi hablaty részt azt tényleg nem akarom nektek itt elmondani, de egy ilyen kicsit próbálom összefoglalni, hogy érthető legyen, anélkül, hogy itt elolvasnám a jogi dumát, de azon, hogy el kell olvasnom hozzá, hogy el kell mondjam nektek meg, különben tényleg nem fogjuk megérteni. Tehát az alkalmazás szolgáltató, aki az információs társadalommal összefüggő olyan szolgáltatást nyújt, amely a szolgáltatást igénybe vevők között titkosított kommunikációt biztosít olyan módon, hogy a kommunikáció tartalma vagy a kommunikációs csatorna felépítésével kapcsolatos funkciók nem kizárólag a felhasználó végberendezésén valósulnak meg. Értsd, közbeiktatott szerver, illetve ugye az infrastruktúra, amin keresztül ugye mondjuk egy üzenet A pontból B pontba átér. Tehát ezt mind valamilyen úton módon próbálnak szabályozni. Végponti titkosításról beszélünk ebben az esetben. És ezek a szolgáltatók kötelesek a törvényben meghatározott feltételek szerint a titkosított kommunikációt biztosító alkalmazás igénybevételével továbbított küldemények, közlések tartalmát, valamint azokkal kapcsolatos kötelező vagy kezelt adatokat egy paragrafus szerint megőrizni és külső engedélyhez kötött titkos információ gyűjtésre jogosult szerv megkeresése esetén átadni. Ez lett volna a törvény. De mivel az előbb megmagyaráztuk, hogy ez nem lehetséges, pont a titkosítás, igen, miatt, ezért ezt így ebben a formán nem tudták elfogadni, hála Istennek, ugye? Mert akkor ott tartanánk, hogy át kéne adni, illetve olyan módon talán igen, hogy át tudják adni, ugyanúgy lásd FBI kontra Apple ügy, hogy ott a készülék, tessék, igen, megkapod, de old meg. Tehát ő átadhatja, tehát mondjuk megint egy készülék, igen, hogy itthon történik ugyanez,
mint mondjuk a San Bernardo-ban történt, akkor ugyanaz a menet, mint ott történt. Hogy megkapja az itteni, az itteni FBI, ugye a magyar nyomozóhatóság, az nem tudom, mi a rövidítése, meg pontosan hogy hívják, nem a TEK, hanem ugye aki ezzel foglalkozik, információs hírközlési hatóság, vagy nem tudom, megkapja a készüléket, de neki ugyanúgy nincs azon nem, ki, igen, nem kap hozzá segítséget, hogy azzal bármit is kezdjen, oldja meg, maximum ezt tudja megtenni. Nem kérheti, nem kötelezheti ezeket a szolgáltatókat, hogy átadják a titkosítás feloldásához szükséges információkat. Tehát, ha jól értjük a módosítási javaslat szövegét, és az előterjesztők belátták, hogy hiába kérik az end-to-end titkosítást használó zömükben külföldi vállalatokat a kommunikáció tartalmának átadására, azok az alkalmazott technológia miatt esetleges együttműködési készségük ellenére sem lesznek képesek ezt megtenni, hiszen ugye ha betitkosítják, azzal gyakorlatilag saját maguk előtt is betitkosítják, nem véletlen, hogy pont hogy ki akarnak maradni igen. ebből a történelmből, ahogy ezt ugye az Apple ügyben is már megtörtént. Nem olvasom tovább, mert tényleg nagyon hosszú, és ezzel nem akarlak mutatni benneteket. Akit érdekel egyébként az itcafé.hu oldalon, ez tök jól össze van foglalva, és tök jól elmagyarázzák, úgy, ahogy én is itt megpróbáltam elmagyarázni, úgyhogy olvassátok el. Jó? De egy a lényeg, ha most nagyon nyers és szabad akarok lenni, akkor azt mondom, hogy marad minden a régiben. Mert hogy egyébként igen, tehát hogy módosítgatják törvény, így törvény, úgy marad minden a régiben. Legalábbis nem kell attól félnünk, hogy le fognak minket hallgatni, vagy akár információkat. Vagy letiltanak. Vagy letiltanak bizonyos szolgáltatásokat, nem fogják tudni ezt megtenni. Maximum globálisan. Tehát arra van lehetősége, ezt is tartalmazza egyébként a törvény, hogy a szolgáltató, egyes szolgáltatókat, ha úgy tartja a kormány, lekapcsolhat. Tehát erre van lehetősége, de hát ezt meg nem fogja megtenni, bízunk benne legalábbis. Tehát, hogy, mert ez kicsikét azt a korszakot idézni, vagy a lehetőséget, mint ami Kínában van, hogy majd elkezdik cenzúrázni a netet. Erre ugyanis adtak maguknak lehetőséget, hogyha nagyon szeretnék, de nagy valószínűséggel ezzel azért nem fognak élni, nem vagyunk Kína. Hát bízunk benne, és remélem nem is leszünk. Az a legrosszabb húzás lenne egyébként szerintem, úgyhogy igen. Nem csak az informátika, csak most ugye itt ráadásul ebben a hírben csak az informatikai vonatkozását nézzük ezeknek a dolgoknak, de itt szó van természetesen egyéb más dolgokról is ebben a törvénymódosításban. Lásd a különböző médiáknak a való ráhatás, betiltás, stb. Is benne van ebben, de ez egy másik téma, úgyhogy ebbe meg pláne nem megyünk bele, itt csak az informatikai vonatkozásában mondom azt, hogy szinte nem történik semmi változás, jó? Tehát meg lehet nyugodni. Viszont nézzünk fel, igen, pont ezt akartam én is már javasolni. Azt mondja, hogy Dani írja nekünk, hogy sziasztok, egyik ismerősöm ezt írta, hiába a sok mag egy 4 magos Intel processzor is simán kenterbe veri a 8 magos AMD-ket. Szóval, ha több mag van, attól még nem erősebb, csak könnyebb eladni, mert az emberek azt hiszik erősebb. Mert ha több szám van benne, akkor biztos jobb. Ti erről mit gondoltok? Azt gondolom, nem mindegy, hogy 2 magos egy készülék, vagy 4 magos. Szerintem egyébként tényleg nem feltétlen az számít, hogy hány magos egy eszköz. Tehát azért nagyon összetett dologról beszélgetünk egyébként a processzoroknál, hiszen ugye már csak azt is érdemes megnézni, hogy ha mondjuk egy 10 évvel ezelőtti vagy 5 évvel ezelőtti 2 magos processzort összehasonlítunk egy mai 2 magos processzorral, teszem azt mondjuk egy Core 2 Duo-t összehasonlítunk egy i3-assal. Szerintem az a legjobb, értem, amit mondasz, csak szerintem tegyük tisztában a lehető legegyszerűbb dolgon, hogy mit jelent az, hogy egyetlen processzor mag, ugye? Tehát egy darab processzoron belül a feldolgozó egységeknek a számát. Pontosan, tehát a párhuzamosan használható feldolgozó egységek számát jelenti ez. Ráadásul egyébként nem minden vonatkozásban. Tehát vannak úgynevezett processzor feature-ök, annak sose tudom magyarul ez igazából talán tulajdonságoknak lehetne lefordítani, vagy képességnek. A processzoroknak vannak képességeik,
bizonyos algoritmusok, lebegőpontos számolás, multimédiás feladatok, stb. Stb., amire képes egy processzor. Vagy a processzor magok egymástól függetlenül is képesek, hiszen ugye párhuzamosan képesek ezt feldolgozni. Tehát magyarul minél több feature-t tud egy processzor, annál jobb, és minél több magon tudja ezt a feature-t, annál jobb. Na és itt jön be az AMD és Intel közti különbség, hogy az Intel processzorok azok mindig is, de majdnem, hogy dupla annyi feature-t tudtak, mint az AMD processzorok. Ezt kár szépíteni, vagy ezt kár erre most rögtön sziszegni meg minden, igen, mert ez mindig is így volt. És hiába, és úgy próbál az AMD kompenzálni, hogy több magon próbálja megoldani, vagy gyorsabb processzoron, vagy tuningolható, ezért magasabb óraelő processzoron próbál ugyanazt a teljesítményt hozni, amit az Intelnek kevesebb órajellel, sokkal több feature-rel, vagy esetleg sokkal több maggal is meg tudna oldani. Tehát magyarul itt ez a lényeg, hogy a processzornak nem az órajele számít, nem a magja szám, nem csak az órajele, nem csak a magja, így a helyes, hanem a processzornak a képessége is, a feature-jei számítanak. Míg egy Intel processzorban olyan 70-80 féle feature van egy mai Intel processzorban, addig az Intel ez a 30 környékén, tehát tényleg az AMD, igen. Vagyis az AMD, bocsánat, a 30 környékén, vannak persze ott is jobb procik, tehát vagy professzionálisabb procik, amik tudnak egyébként ilyen 50 féle feature-t, de azok mondjuk kerülnek is annyiba majdnem, mint az Intel. Igen. Tehát, hogy már hogy itt mindig az árérték arány szokott lenni, hogy sokkal olcsóbb, mégis jobb, meg gyorsabb. Nem. Ez sosem volt igaz ez a történet, és azért nem akarok ebbe bővebben belemenni, hanem ezt próbáljátok meg tényleg megérteni, mert nem akarok ebből megint elvi vitát csinálni, mert ennek se eleje, se vége. Tehát, hogy amit írsz, az teljes mértékig így van, hogy a magok nem feltétlenül a magok számítanak. Nem csak, tehát itt a csakon van a hangsúly. Mert számít az órajel, és számít a feature, és a feature számít a legjobban egyébként. Hát meg úgy az architektúra, meg az egész. Hát az a feature-höz tartozik, hát, hogy most 64 magos, meg azon belül egyébként, tehát most az, hogy vagy 64 magos, 64 bites, de egyébként például az a 64 bitet, bitről abban az esetben beszélünk egyébként, amikor magának, a processzornak a feldolgozó, központi feldolgozó egysége, tehát a CPU-ja 64 bites. Igen. Egyébként egy csomó más feature, ami benne van, amiket most itt mondok, tehát például az MMX, vagy az SSL-nek a 3-4, ezek között van 128, meg 256 bites feldolgozás is egyébként, de ez globálisan ettől függetlenül 64 biten tudja megtenni a CPU, hiszen a CPU a központi feldolgozó egység, tehát bármilyen feature is a CPU-n keresztül fog menni, mert hát ugye, igen. És akkor még nem beszéltünk a GPU-ról, ami szintén ugye az Intel processzorok esetén bele van építve az AMD-nél. Hát, van olyan, amiben AMD prociba egyáltalán van GPU? Olyan. Szerintem nincs. Meg hát a hyperthreading is, meg mert ez vagy egyébként. Ja, igen, Laci itt van velünk Skype-on, csak azért hát, ha te okosabb vagy hardware-ben kicsit, Laci, mint én. Van az AMD-nek olyan procia, amiben van GPU? Van, hogyne lenne neki. A pirosaknak van ilyen CPU-ja, ez a FM 2 plusz, ez az aktuális foglalat, most külön van még jelenleg, mert amiben nincsen végé, az az A3 plusz, és amiben van végé, az az FM 2 plusz, de ezt most össze fogják vonni, és azt hiszem A4 néven fog jönni, és egy foglalat lesz, és ahhoz lehet az alaptapokhoz olyan procit venni, amiből lesz végé, meg olyat is, amiben nem lesz végé. Ebben most már egyébként kezd hasonlítani az Intel az AMD-re egyébként, hogy az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt pár évben, ha csak egy generációt is ugrik egyébként az Intel processzoroknak a generációja, ahhoz tudja, hogy új foglalat kell. Az AMD-nél van mindig az, hogy szinte minden processzorhoz más foglalat kell. Tehát, igen, hogy vegyél hozzá új alaplapot is, most már az Intelnél is ez a helyzet. Úgyhogy, mert régen azért emlékezzünk még azokra a korszakokra, amikor így vettél egy... 75, meg a... Igen, például a LG a 775, meg még régen igen, a 478, meg ilyeneket. Hát hány generációs processzor tudtál? A Pentium 3-tól kezdve a 4-ig mindent bele tudtál rakni, alaplapot nem kellett cserélned, elég volt a proci, már ha bírta az alaplapot, mert azért voltak ott is határok, de gyakorlatilag foglalat az akkoriban például nagyon ritkán változott. Most meg minden generációnál új foglalat kell. Már 2011 kötőjel 3, meg már ilyenek igen vannak.
Amit még ki akartam egészíteni, hogy itt a több magas pociknál még az is probléma, hogy szoftveresen nem nagyon vannak olyan programok, amik több szálon, annyira nagyon sok szálon tudnak dolgozni. És hogyha nincs, ami kihasználja ezt a sok magot, mert nem olyan sok szálon dolgozik, akkor hiába van benne sok magod, mert az AMD-nél az a baj, hogy ezek a magok általában gyengébbek. Tehát több mag van benne, de gyengébb. Igen. És ha mondjuk abból csak 2-3 szállat használsz ki, akkor lassabban fog futni ez a program, mint ugye a kevesebb mag, de erősebbek. Ez így van. Lényegében körülbelül ez a helyzet. Pontosan. Én megint csak a multimédiából tudok kiindulni, vagy talán esetleg a játékok is ide sorolhatók egyébként, mert azoknak is nagy része ezért multimédiás, van az, igen. Hogy azok például tudják a több szálas feldolgozást elég jól kihasználni, tehát sőt erre építenek. Ugye, hogy ezért van az, hogy egyre gyorsabb, vagy egyre több magosabb processzor kell mondjuk egy-egy játékhoz, vagy multimédiák. Tehát mondjuk én most videórenderelésből kiindulva, mondjuk egy i5-ös 4 magos processzor, és egy i7-es 8 magos processzor között, pláne hogyha még grafikai gyorsító is van benne, mert egyébként van, hogy az Intelnek például az i5-ös 4. generációsban, meg az i7-es 4. generációsban például ugyanaz a GPU van, mégis egyébként az i7-es sokkal gyorsabb, abban renderel, mert ugye a magok száma több, tehát jobban tudja használni, a GPU-t is gyakorlatilag. Jó, de ezért van egyébként az, hogy az ilyen benchmarkokban is külön mérünk single core, tehát egy magra jutó teljesítmény, meg több magra jutó teljesítmény, mert fontos az a több szálon való feldolgozásnál, hogyha csak egy-egy szál dolgozik, akkor mi van? Úgy van. Hát így van, csak mondom, az a baj, hogy nem nagyon vagyunk rá szoftveresen felkészülve, sajnos erre, hogy... Mi kell, hogy szoftveresen egyébként? Tehát mihez kell a... Hát úgy kell megírni a programot, hogy párhuzamos feldolgozás legyen benne. Lényegében ennyi is. Sokan nem foglalkoznak ezzel, hogy jól legyen párhuzamosítva, hogy a program más dolgokat ugye közben tudjon számolni, hanem azon, hogy inkább akkor megakad a szvár. Többé-kevésbé igen, bár teszem hozzá, hogy például a Windows alapból tud több szálon dolgozni, tehát bármilyen program gyakorlatilag, ami a multicore-t támogat, azt majd a Windows megoldja. Most az, hogy nincs optimalizálva külön magokra, az egy dolog, de attól még több magon futtatja az, ha csak nincs külön letiltva ez. Tehát pont, hogy inkább letiltani lehet a több szálas feldolgozást egyébként, és akkor tényleg csak egy szálon dolgozik, de alapesetben még egy utolsó Word is megpróbál több szálon dolgozni, csak kérdés, hogy ez mennyivel lesz tőle gyorsabb, semennyivel, mert nincs rá optimalizálva. Tehát ugyanúgy egy Word például szerintem jó példa, mert egy Word-ot tök mindegy, hogy több magos procin futtatunk, vagy egy magoson, nem lesz gyorsabb. Mert hát nincs, ami gyorsabb legyen benne. Igen. Igen. Nem nagyon tud mit... Igen, hát, de mondjuk egy adatbázis... Egy pár karaktert, körülbelül ennyi a dolog. Igen, de mondjuk egy adatbázis kezelést nézünk, amivel mondjuk ez megvan oldva, vagy egy videórenderelést, amit az előbb mondtam, ott viszont jelentős különbségek vannak, hogyha több magon futottad. Hát meg játéknál is, igen. Mondjuk a régi játékok ebben sajnos nem olyan jók, majd ez most hát, ugye, hogy jön a DirectX 12, meg ilyenek itt kezdenek el igazán kibontakozni ezek, hogy még több magra le tudják adni ugye a terhelést, tehát még jobban multi feldolgozósak. A régi motorra épülő játékok inkább csak olyan 4 szálig skálázódtak, van egy-kettő, amilyen 6 szálat tud használni, de nem nagyon mentek ennél tovább. Tehát. Van. Ott is ez is ezért is volt baj, hogy az AMD-nek erőltette, nagyon, nagyon korán erőltette ezt a 8 magos CPU-t, mert nem volt, még játékban sem volt ott, ami kihasználja sajnos ezeket a 8 magos szörnyetegeket. Meg hát sajnos én amiért nagyon nem vettem, még hogyha ezt nem is nézik, hogy nagyon-nagyon sokat zabáltak áramban, nagyon nem voltak jól optimalizálva sajnos az AMD-nek ezek a CPU-i egyszerűen. Na mindegy, nem húzzuk az AMD-t, mert még majd Én most például nagyon várom a processzorjaikat, mert állítólag ugye elfelejtették ezt az architektúrát, teljesen újat fognak dolgozni, és hát azt rebesgetik, hogy nagyon ütős lesz, legalábbis ugye ők ezt mondták, majd ha meglátjuk ki jön, akkor kíváncsi leszek rájuk, de én szívesen veszek, mert például nekem a videókártyám az tőlük van, tehát pirosakkal, és én meg vagyok vele elégedve. Jó, persze nem is arra használom, mire ti, mert például ott nektek a streamelés, az például a QuickSync technológiát, ugye ott ki használjátok. Így van, igen. Például jobb.
Sőt, a renderelésnél is azt használjuk. Így van. Mert hát azért mondom, hogy kinek mi, persze, de nem rosszakat csinálok, és én már mondom, nagyon várom, lehet nekem a következő gépembe a processzor az például tőlük lesz, hogyha beválik. Oké. Okay. Jól van, Laci. Köszönjük szépen. Hello, szevasz. Szia, szia. Rendben, egyetegy, tehát a Skype-unk is, úgyhogy csörögjetek bátran. Na, azt mondja, hogy... És itt is van Krisztián velünk rögtön, úgyhogy akkor vele folytatjuk. Szia, szuper. Krisztián. Sziasztok! Sziasztok. Nem tudom a végét, mert nem nagyon hallottam, mert elnémítottam a tévét, de az lenne a lényege, hogy az ARM 3 pluszos, az már 3,5 éves foglalat ott képvisel végül is, és azóta abban a foglalatban csak továbbfejlesztettek, adtak ide újat, nem. Az Intelnél ugye tartunk úgymond 14 nanométernél, még az AMD-nél, a régebbiek, azok 32, az újabbak, az FM2 pluszosak, azok meg 28 nanométeresek. Hát igen, tehát hogy kapásból ugye ezért sem fér bele annyi tudás, hogy úgy mondjam, mert nem tudnak még mikrobb szintekre menni egyébként a tranzisztor gyártásban, és hát ugye gyakorlatilag, hát igen, de hát ugye ez a mikroelektronika gyakorlatilag, hiába már nanóba mérik, attól még mikroprocesszornak hívják, továbbiakban is, de igen, ez a magyarázat rá, meg ahogy a Laci is mondta, pontosan az energiafogyasztás az, ami ugye az AMD-nél, hát ugye kevésbé figyelnek arra oda, vagy nem az, hogy figyelnek, mert ez nem is figyelem kérdés, hanem egyszerűen nem tudnak annyira lemenni energiatakarékosságba még, mint az Intel, vagy ha igen, akkor az a teljesítmény rovására megy. Tehát, hogy mert vannak olyan AMD procik, amik kevesebbet fogyasztanak, de azok nem is tudnak akkor annyit. Tehát, most az AM3, vagy AM4 elvileg, az AM4 most jön majd ki, év vége felé mondják, de igen, lehet, hogy jövő év eleje lesz. Na, az lesz 14 nanométeres, ugyanúgy, mint az Intel. Na, és ott majd, lesz majd értelme összehasonlítgatni. Igen, ott lesz majd értelme. Ugyanaz, mint a telefonoknál is mindig mondjuk, hogy felesleges különböző kategóriájú eszközöket egyáltalán összehasonlítani, összevetni, mert persze, hogy az egyik jobb eredményt fog kihozni, hiszen teljesen máshol tart, tehát generációs különbségek vannak. Na majd itt majd lehet majd hasonlítgatni. Igen, meg azt mondom, hogy azért 3 év a informatikában az nagyon hosszú idő. És azóta tényleg nem hoztak ki semmit, csak fejleszgettek, de ugyanaz az architektúra, meg ugyanaz maradt minden. Igen, hát de már az AMD ugye, ez nem volt titok, szerintem pont 2-3 évvel ezelőtt beszéltünk róla, hogy ugye amikor beütött az ARM boom, mint úgy, tehát hogy a táblagépek, okostelefonok piaca, akkor az AMD egyre inkább ráment az ARM technológiára, tehát a PC-s piacot egy picikét ugye elkezdte hanyagolni, amit az Intel is most kezd el egyébként, tehát ugye pont a műsorain a leépítésekről beszéltünk, hogy ő még azért ezt hagyta kifutni ezt a történetet, de azért csak belátta, hogy nem erre megy a világ, az AMD meg már régebb óta foglalkozik az ARM-mel, viszont a PC-s piacot meg hanyagolt egy ideig, most megint egy kicsit rákapcsol, jön egy ráncfelvarrás, így van, ők is az új technológiát kihasználva ki fognak adni egy új generációt, és ennyi, tehát ha így nézzük egyébként, akkor az AMD, ha most a technológiai megvalósítást, meg igényeket nézzük, akkor egyébként ő jobban csinálta, mint az Intel, csak ugye az Intel azért nem tudott erről 100%-ig leszállni és leállni, mert ugye a jelenleg használt PC-k nagy részében Intel processzor van, tehát nekik viszont több igényt, igen, kellett kiszolgálni, nem hagyhatták ezt abba. Most próbálkoznak azzal, hogy kicsit visszavesznek a PC-s piacból. Igen, de viszont az AMD-t meg ezt tartotta életben, hogy a konzolpiac elvitte őket. Igen, pontosan. Oké, Krisztián, nagyon köszönjük az észrevételed. Köszönjük szépen. Én köszönöm, hello, hogy szia. No, van még pici időnk, nézzük, van-e milyen hozzászólása van. Azt mondja, szia Vendi, Bazsi, lehet az, hogy feltörték a wifi-met? Ma, amikor hazajöttem, az volt a wifi neve, hogy Hacked Network By, és valami még. Webjel szó volt rajta, reszeteltem és visszaállítottam, de ilyen van, hogy feltörték a wifi-t. Hát, hogyha az a te wifi-d volt, és tényleg ez volt a neve, akkor nagy valószínűsége, igen. Igen, bár egyébként, tehát érdemes, meg gondolom ez a feltörték a wifi-t, ez úgy lehetséges, hogy meghagytad az alapértelmezett IP címét a routernek, hogy 192.168. Hát most abban nem menjünk bele, hogy valaki lehet feltörni, mert nem úgy értem, sajnos hanem valaki ebbe megtalálta ezt a dolgot, gondolom admin volt a jelszó, és belépett, és megváltoztatott. Nem kell az IP címet tudni, de
ez jó, mondom, hát én most csak mondom, a feltörés hogy... módja az sokféle lehet, úgyhogy most ebben nem jobban kell bele, védeni, mert... így gondoltam. Hát az a baj, hogy ha hibás a firmware, akkor tök mindegy, hogy védet fel lehet törni. Tehát, hogy vannak sajnos olyan routerek, amikben gyárilag hibás firmware van, tehát gyakorlatilag célszoftverekkel olyan szinten törhető, hogy bármit csinálsz, bárhogy bevédheted, akkor is fel tudják törni. Tessék firmware frissítést nézni hozzá mindenképpen. Hát vagy nem tudom milyen kategóriás router, lehet, hogy érdemesebb egy jobb kategóriás routerben gondolkodni, vagy egy újabban, mert általában ez inkább a régebbi routerekre jellemző, hogy törhetőbbek. Azért az újabb, korszerűbb routerekben a szoftver is, tehát a firmware is korszerűbb, azokat azért kicsit nehezebb törni. Jó, hát igen, vagy igen. De most, hogy mondjam, a net tele van egyébként ilyen tipikus olyan feltörő programokkal, hogyha az ember ilyen underground oldalakon járkál. Én nem tudom, nem tudom, csak hallottam, de tényleg tele van, hogy tényleg bizonyos típusú routerek, sőt, bizonyos, hát majdnem az összes típusú routerhez, de általában azért mondom, hogy a régebbiekhez, ott van külön a program, amivel szépen bármilyen, olyan típusú router, letöltöd a programot, és egyszerűen belemész a routerbe, és azt csinálsz, amit akarsz, és tök mindegy, hogyan van védve. Mert ugye a web, meg ilyenek, amikről beszélgetünk, meg VPA, ez a kapcsolatot titkosítja. De sajnos, ha hibás a routernek a firmware-je, és van benne egy biztonsági rés, ugyanúgy lásd, mint az operációs rendszereknél, és így tovább, mert ugye ez az operációs rendszere, ha abba be lehet jutni, és feltörhető, akkor föl tudják törni, nem tudsz vele mit csinálni egyszerűen. Ezért kell frissíteni a firmware-t, ha van hozzá, ha nincs hozzá firmware, mert már régi a router, és általában a régiekhez már nem nagyon van, akkor le kell cserélni sajnos a routert, mert különben mindig fel fogják tudni törni. E van. És mondom, egyébként én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy egyébként meg érdemes jobban védeni a routert. Tehát azért felhasználó nevet jelsz tegyük, volt. Tegyük rájtani. A szívbe. Ja, víz alá. Igen. Nem. Hát igen, tehát, de mondom, tehát az a baj, jó, hogy hiába állítasz be bármilyen jelszót, hogyha a firmware hibás. Tehát, értelek, hogy akkor ezeket a feltörő programokat, meg az ügyesebb hackereket, akik mondjuk ilyen programokat használva törik fel tehát hogy nem fog érdekelni jó, a programot, értem, hogy jelszót persze. Kér. Hát nem a jelszóval, mint a gond, hanem úgy egyébként. Jó, a Martin írja nekünk, hol írta? Itt írja nekünk, hogy van egy S3-asom, ami még a mai napig is hardverileg egy közép-felső kategóriába sorolható. A kérdésem az, hogy hogyan tudnám függetleníteni. A Play-en találtam erre appokat, hogy SIM unlock, a rútolást hogy kell csinálni, általánosságban elmondható, hogy tönkre teszik a készüléket? Érdemes rútolni, vagy inkább fizessem ki ezt a 3000-et a függetlenítésért? Várom kiegészítő válaszot. Én most voltam bent éppen függetleníteni egy telefont, ezt csak így elmondanám. A lényeg az, hogy azért nem ajánlom. Én beszélgettem hozzáértő emberrel, aki tényleg ért ehhez, és mondta, hogy ne próbálkozza ki ilyesmikkel házilag, mert tényleg tönkre lehet vele tenni a telefont egyébként. Nagyon hát mint ahogy bármivel is, tehát a rútolással is tönkre lehet tenni, a firmware fűzéssel mert is. Egyébként tehát a gyártó az, aki biztosít számukra ilyen unlock kódokat, amit ő beír. Gyártó vagy a szolgáltató, mert igazából van, sőt, inkább tehát... a szolgáltató, mert hát ugye a függetlenítés az maga az, hogy függő egy készülék, az ugye azt jelenti, hogy hálózathoz van zárva. Tehát egy adott szolgáltató hálózatához van hozzázárva, hogy egy másik SIM-kártyával te ne tud használni. Magyarul ezt vagy a szolgáltató tudja neked legálisan függetleníteni, egyébként a függetlenítés első bűncselekmény, csak itt szólok, ha ezt nem legális módon teszik, tehát nem a gyártó vagy a szolgáltató függetleníti, nekik kettőjüknek van joga hozzá, akkor abban az esetben ez bűncselekménynek számít. Tehát ezt otthon, hiába vannak ez programok a neten, és megint ugyanarról a kategóriáról beszélünk egyébként, mint amikor a illegális letöltések, feltöltések, stb. Tehát, hogy amíg ezt az ember úgy nem tudja, nem fog másnapot kopogtatni nálad a rendőrség, hogy te most itt mit csináltál, feltörted, függetlenítetted. Tehát, hogy ezért mondom, de csak hogy tudj róla, ez a része, ez büntetendő. Ez így van. Tehát szolgáltató, gyártó, tök mindegy, ha 3000, akkor még olcsón csinálják egyébként, mert van, hogy ez általában drágább. Úgyhogy ezt is azért úgy... igen, tehát azért az sem mindegy, ez a 3000 is elég gyanús egyébként, tehát hogy tényleg legálisan függetlenítik-e. Mert mint mondtam, unlocked alkalmazások vagy programok léteznek, tehát te magad is meg tudod csinálni valóban, csak azt te csinálod, akkor bűncselekmény, és ha egy erre nem jogosult ember csinálja, az is bűncselekmény, ráadásul még pénzt is kér hozzá, tehát halmozottan bűncselekmény, így van. Szolgáltató, illetve gyártó. Ez a kettő, nekik van joguk függetleníteni. Oké?
Mi volt még itt, hogy igen, közép fel kategóriába tartozik, ennyi, és hogy hogyan kell csinálni rútolást, ezekről meg ugye már sokszor mondtuk, hogy erre még nem szeretnénk beszélni. Egyáltalán nem. Mert ez meg telefonfüggő, vagy táblagépfüggő, változhat, bár általánosságban majdnem mindegyiken hasonlóképpen kell, de azért vannak különbségek, és nem szeretnénk mi erre senkit sem bíztatni, mert ha utána szakértelem nélkül valaki ezt így nekiállja csinálni, és utána elrontja, vagy valami, nem szeretnénk mi emiatt lelkiismeret furdalást okozni magunknak. Így van. Ja. Illetve erre is igaz az természetesen, hogy megint csak nagyon sok olyan kamu, ilyen rútoló alkalmazás van, ami azt ígéri, hát, hogy rútolja firmware. Az a telefonodat, és akkor igazából semmi más, mint agyonvírusozza. Így van, vagy, ez... olyan, vagy olyan rom, hogy letöltesz egy romot, ami tök jól néz ki, mert ugye a romoknál is mire megy rá az ember? Hú, lehet benne tuningolni, hogy akkor a hát, ha egy középkategóriás telefonból egy kicsit jobbat ki lehet hozni. Lehet, sőt, biztos, hogy ki lehet belőle, ha tényleg erre van kitalálva. Tehát vannak ilyen programok, csak ugye mi tudjuk, hogy a tuningolásnak milyen hátrányai vannak. Melegszik, instabil lesz, stb. Tönkre mehet a telefon megint csak. Tehát ugye nem gyári rendeltetésszerű használatról beszélünk ebben az esetben. Aztán ilyen-olyan launcherre van lecserélve, jó, ami igen. Szebb, jobb, úgy néz ki, mint az iPhone, ugye olyan romokat is lehet például letölteni bizonyos készülékhez, hogy iPhone-osítja neked a telefonodat gyakorlatilag, és akkor utána persze cserébe tele teszi lehet, hogy vírussal, kémprogrammal, ráadásul mindezt rootjogokkal teszi, mert a legtöbb ROM azért rootjogot is foglal magában kapásból, tehát itt az a ROM, ami egyébként nem rootolt kapásból, tehát biztos, hogy rögtön rootolt lesz a készülék, ami persze tök jól hangzik, csak ebből kifolyólag, ha a kémprogram van benne, az úgy, hogy van a teljes telefonhoz hozzáfér, tehát az összes adatodat. Megint feltenném a kérdést, hogy amúgy egyébként miért van szükség rootjogja? Most persze, hogyha valaki ilyet vannak olyan programok, amihez kell, csak okosan, tehát értem, ez például mondasz, csak olyan ritka. Én például úgy használtam az én Telomon rootjogot, bizonyos programfuttatáshoz, mert ha komolyan, nekem van egy programom például, amit megvásároltam program, egy ilyen streaming program, ami az rootjog kell. Ezért megrootoltam a készüléket, viszont például az én telefonomon legálisan úgy lehet rootolni, mert ugye Androidon egyébként nem illegális maga a rootolás, hogy ezt egy flaggel kibe kapcsolgatod. Aha. Tehát gyakorlatilag nem rootjogokkal fut továbbra sem a telefon, de meg tudsz adni bizonyos alkalmazásnak, hogy az viszont rootjoggal fusson. És ez a jó, hogy nem minden rögtön rootként fusson, hanem kérjen engedélyt arra, hogy ez rootként fusson. És akkor azt mondom, hogy biztonságosnak mondható. Sőt, kapásból magát a rootjogot el is tudod venni utána tőle. Tehát ha mégis úgy gondolod, hogy nem kell, akkor egyszerűen elveszed tőle. Tehát van egy ugye a Super User szoftveren belül, ez beállítható, hogy milyen programoknak van jogosultság rootként futni, melyiknek pedig nem. Márpedig viszont a komplet rootolt firmware-ekben minden rootként fut, és ez egyáltalán nem biztonságos. Tehát ott jön egy vírus, vagy bármi a telefonra, viheti az összes adatodat úgy, ahogy van. Tehát hogy nagyon nem jó megoldás. Tehát okosan csak úgy, ahogy egyébként a PC-den sem mindent rendszergazdai. Hát vagy legalábbis az a baj, hogy mondjuk a Windows 8, 7, 8, 10 környékén már ez annyira nem volt gáz, hiszen ott a felhasználói felügyelet azért erre úgy felhívja a figyelmet, hogyha valami rendszergazdaként akar futni. Hát XP-nél ugye még nem nagyon volt ez normálisan megcsinálva. De egyébként Windows 10-nél például, de mondom már 7-nél is, 7-től indult, aztán ez egyre jobban kifejlődött. Nem gáz, ha rendszergazdaként használja az ember a gépét, ettől függetlenül korlátozott rendszergazda jogosultságokkal fognak futni a programok, tehát hogy nem rendszergazdaként futnak ezért még a programok, csak bizonyos programok kérnek ez jogot, és akkor azzal futnak persze. Hát böngésző például azért azok nem annyira abba futnak, ha hála Istennek teszem hozzá, bár ha még biztosabbra akar menni az ember, akkor érdemes erre egy külön korlátozott felhasználót létrehozni, és abból böngészni, mert akkor tuti nem tud mondjuk a böngészőn keresztül egy olyan vírus, ami egyébként rendszergazdai jogokkal tök nagy pusztítást tudna végezni, egyszerűen nem tud lefutni, nem tud érvényesülni, mert nincs jogköre hozzá, hogy érvényesüljön a gépen. Tehát ezért nem szabad rendszergazdaként futni. Na jó van! Köszönjük szépen már a figyelmet, eddig záró tartottunk, így van, holnap 7 órától újra restart velem, nézzetek akkor is, köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, meg nektek is köszönöm, hogy itt voltatok, szavaztok! Sziasztok!